Aztán majd kérdéseket tudjatok föltenni, vagy hogyha annyira nem érdekes, akkor menjetek ki és ott beszélgessetek, legyetek szívesek, mert nem akarunk túl kiabálni benneteket a legnagyobb tisztelettel sem, de azt is csinálhatjuk. Akkor köszönöm, akkor... Tehát legyetek szívesek, üljetek le, igen, ezt megköszönném, amennyiben azt gondoljátok, hogy szeretnétek végighallgatni, amit mondunk. Köszönöm szépen. Ennek a panelnek a témája az egy témája van, de két aspektusból vizsgáljuk. Az akkumulátorgyártás, ami ugye most az egyik fő tematikája a jelenlegi kormányzat újraiparosításának vagy iparosítási programjának, és tehát ugye maga az akkumulátorgyárak és akkumulátorgyártás, valamint az ország energiaellátásának a lehetőségei, vagy hogy állunk, és ugye ennek az elképesztő iparfejlesztésnek, amiket itt a kormány bejelent, annak mi a valóság alapja, és mit lehet csinálni. A panelnak a résztvevői, itt a mellettem ülő Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének az elnöke, és Semegi Rihárd, aki atom...
le is került jó helyben is egy ilyen, akkor te most a fideszes vagy színjelvezben, ami borzasztó káros, egyébként a kormányzat tényleg megint az útenger és elképesztókat csinál, de cserébe a másik oldalon nagyon nehéz, nem konstruktívan, hanem értelmesek mondani, mert ha kicsit is eltérsz a hisztéket, akkor azonnal ellenség vagy is, és az vége van az egésznek. Jó, ez csak egyben szeretném mondani, de hogy István is hittett volna van, de sajnos segítségi projektet nem tudott részt venni, de én majd nagyon szeretném, hogy ilyen vagy ilyen szóval problémák ott emlék szemben. István szerintem borzasztóan kell elvinni az értelmes beszélgetés és értelmes hibát tudva ezekbe a településekre, oda helyben, hogy az emberek információkat kapnak, és nem csak hisztériát, akár az egyik, akár másik oldalról. Én most egy kicsit szeretném megkérni, hogy akkor tegyük arról a beszélgetésünk, hogy hogyan állunk most energetikailag, energiaellátásilag Magyarországon, és hogy ez az elképesztő, hogy a Tomás azt mondta, hogy 500 000 embert akarunk ide behozni, vagy akkor ilyen kormányzat, és azért, hogy ipari termel is, mert ez egy hihetetlen iparosítás, hogy ennek energiaellátásra van szüksége, amire ugye mondott a kormány dolgokat, de hogy ennek van alapja, nincs, mennyire ideális ez szeretnénk erről információt adni. Nagyon szépen köszönöm. Na, szóval egy ilyen közszegyen kezdeném. Ez az egész akkumulátor gyártás és akkumulátor iparnak a felfutatásához kapcsolódóan van egy ilyen közmondás, amit felénk szoktak mondani, hogy előbb az ólat, aztán a disznó. És nagyjából így megpróbálok rávilágítani a lényegre, mert nagyjából így áll az ország ebben a kérdésben. Tehát egyrészt két oldalról próbálom megközelíteni, hogy egyrészt van az akkumulátorgyárak nélkül is egy borzasztó villamos energiaigény növekedés. Ennek vannak konkrét, különböző szabályokban lefektetett okai, és vannak életbeli okai. Ilyen szabályok például az EU-nak a különböző ilyen elektrifikációs törekvéseit, mint hogy például megpróbálják kifizetni, most a pontos dátumot nem tudom, a gázhatalmakat. Tehát most tényleg nem akarok hülyeséget mondani, hogy 2020-valahánytól nem lehet már új gázhatalmát felszerelni lakóépületben, arra próbálnak törekedni, hogy ezeket a gázos fűtési módokat váltsuk ki elektromossal. De most az energiaválságnál is megváltozott az, hogy csomóan elkezdtek klímát felszerelni, klímával fűtenek, hőszivattyúval fűtenek. Ezek mind elektromos áramot fogyasztanak. És akkor még ne beszéljünk arról, ami mondjuk már közvetlenül kötődik az akkumulátorgyártáshoz, hogy maguk a elterjedő elektromos autóknak az gyártása is elektromos áramot igényel, és az üzemeltetésük is elektromos áramot igényel. Na most a magyar villamos hálózat, az mint Magyarországon nagyon sok minden, ez egy kicsit lemaradásban van. Tehát abszolút nem nincsen se az ipari szinten felkészülve arra, hogy borzasztó nagy többlet kapacitások jelennek, se a háztartási szinten. Tehát most nem tényleg közvetlen az akkugyártáshoz kapcsolódik, de a legtöbb panelházban a gerincvezetékek nincsenek olyan állapotban, hogy ezt a lakásonként egy-két klímát elbírja. Tehát ilyen szintű problémák vannak, de a nagy országos villamos elosztó és villamos hálózatban is, ipari szinten is vannak komoly problémák. A másik. Körülbelül nagyjából amit én olvastam, ha minden akkumulátor gyárni akarnak, megépül, ez nagyjából egy ilyen kb. 2000 megawattos villamos energiaigényt jelent. Ezt a kontextusba tegyük, Magyarországnak a jelenlegi villamos energiaigény, ez 6000 megawatt, ebből nagyjából 4000 magunknak állítunk elő, és kb. 2000 az import. Tehát ilyen kétharmadát megtermeljük magunknak, a többi különböző külföldi országokból jön be. Na most itt, hogyha bejön ez a plusz 2000 megawatt, akkor 8000 megawatt, és 4000, tehát rögtön a import függésünk az felmegy a felére, tehát a villamos
igényeinek a fele az már importból jön, ami hát egy elég komoly import függés jelent. Ami mondjuk nekem egy kicsit olyan szempontból érdekes a most a pártpolitikát behozva, hogy a Fidesz, ami állandóan a szuverenitás meg a nemzeti függetlenséget parázsolja, az belemenne egy olyan játékba, ahol a importkitettségünk az 50% fölé menne villamos energiába. Arról nem beszélve, hogyha valóban ilyen szintű importfüggésbe kerülnénk, az a villamos árampiacot is erőteljesen meghajlítaná itt a környéken, tehát gyakorlatilag egyfajta árfelhajtó eljelen ennek a kapacitás növekedésnek. Vannak tervek a kormány részéről, hogy ezt hogyan lehetne kezelni. Ilyen tervek voltak a gázerőműveknek az építése, ami viszonylag rövid idő alatt kivitelezhetőek, és egyszerű az üzemeltetés. Most ezzel egy probléma van véleményem szerint, hogy jelenlegi geopolitikai helyzetből, ugye ezt tudjuk, hogy Magyarország, Oroszország felől jön Ukrajnán keresztül a gáz, azért erre most a jelenlegi helyzetben bármi biztosat alapozni, aztán minimum azt mondom, hogy hazárjáték. Ugye maga az akkumulátorgyáraknak koncepciós, amikor kitalálták, arra épült, hogy majd például Ukrajnának viszonylag egész jó energetikája volt a háborúig, majd Ukrajnából olcsó importáramot hozunk be, többek között ezért lett a Debreceni helyszín is kiválasztva, mert viszonylag közel az ukrán határ, meg lehet oldani akár az infrastruktúrának a újbóli kiépítését, hogy onnan érkezzen elektromos áram. Ami még a energiához tartozik, azt azért figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi energiaválsághoz az is hozzátartozik, hogy az EU egy neoliberális energiapolitikát erőltet, ami alapvetően ilyen piaci fetisiszta módon jár el, holott még a neoliberális fordulat előtt még olyan baloldalinak vagy szocialista országnak nem nevezhető helyeken is, mint Anglia, közel az erőművek meg a villamos ellátásnak a 90-es évekbeli neoliberális fordulati 100%-os állami tulajdonból. Ez azért fontos, mert a villamosi partit már volt szó akár az előző etapban, hogy bizonyos ágazatokat nem lehet piaci alapon megszervezni, és ugyanilyen a villamos ipar is, vagy az energiaellátás is, hogy felhúzni egy komplet iparágat, meg az egész ország jövőjét úgy, hogy az tényleg csak piaci alapon működjön, ez egyszerűen kivitelezhetetlen villamos szempontból, mert a vége az vagy gazdasági áramkimaradások lesznek, vagy olyan áremelkedések, amit előbb-utóbb már a kormány nem tud majd kisapozni, hogy például villamos szempontból az is aggasztó, hogy vannak különböző erőmű típusok, és most jelenleg az EU szabályzások miatt nem lehet kereszt finanszírozni. Van egy gázerőmű, ami most a legdrágább, a gáz hatalmas világpiaci ára miatt, és még van egy atomerőmű, ami az egyik legolcsóbb elektromos áramot termeli, és nincs lehetőség az EU szabályzás miatt kereszt finanszírozásra. És nem tudok számokat mondani, hogy megavat vagy megazsulva mik a euró árak, de nagyjából ilyen 5 és 200 a viszonyszámok mondjuk egy gázerőmű, meg egy atomerőmű között, és egy ideális rendszerben lehet kereszt finanszírozni a két energiatípus. Most az EU miatt ezt nem lehet tartani, ami ugye mondjuk ipari szempontból vagy
Jó. Már ez jobb napom. Szóval visszatérve még egy gondolat erejéből. Hogy ez a
rezsicsökkentés és őrület, ami 11 éve tart, ez oda vezetett, hogy sem a gáz, sem a közüzemek a veszteségből adódóan nem fordítottak kellő mennyiségű pénzt a saját rendszereiknek a karbantartására és fejlesztésére, és ez az a napelemes őrület is például ennek a folyamánya. Köszönöm. És akkor én szeretném még egy kérdésre, és aztán kérjek a szó, hogy ha esetleg eltelenül, hogy röviden eltelenül, az egy PAS 2-vel, ez lesz, nem lesz, mert egyetlen a helyzet is szerintem van. Szóval PAS 2. Na, szóval az a helyzet, hogy most úgy látszik, legalábbis az információ szerint, hogy most talán elindul a projekt, itt volt egy ilyen, azt mondom, hogy a 2019-20-21 környékén, amikor ilyen kicsit a kormány is levette a kezét az egészről, és kicsit úgy volt az egész, hogy ha lesz, akkor lesz, ha nem, most az a verzió van, hogy most, mintha visszatette volna a kormány a ütőjére a kezét, és szemmel tartja a dolgokat, és talán van valamiféle haladás, de már ide az akkumulátoros témánál vagyunk, mondjuk az már valószínű, hogy nem lesz tandem üzem PAKS 1 és PAKS 2 között, tehát az a valószínű, hogy nem fog egyszerre a két erőmű üzemelni. Az a két erőmű együttes üzemében az 4000 megawatt lenne, plusz a meglévő egyéb erőmű formákkal, az mondjuk már a jelenlegi, tehát nem a akkumulátorgyárakat hozzáadott energiaigényeket mondjuk már 100%-ba kiegészíteni. Tehát ha így most 2023. szeptember 10-én meg lenne a PAKS 2, akkor 100%-ig önállóak lennénk energiába. Most különben ott tart a dolog, de hát ez annyira nem nagy, és sajtóban is benne van, hogy elkezdték a gödörásást, a különböző ilyen talajvíz szintsüllyesztést, különben a NAU meg a nemzetközi ilyen szakmai és jogi értelemben véve akkor számít egy atomerőmű építkezés elkezdetnek, hogyha a beton alatt lemezt kezdik már kiönteni. Szóval jogi értelemben még nem kezdődött el az építkezés, gyakorlati értelemben azért most már épül a paksi erőmű. Hát itt a nagy kérdés az, hogy milyen különböző EU szankciók, meg milyen céges öntevékenységek, mint hogy hát igazából ugye a Siemens úgy lépett ki a PAKS 2-ből, hogy hát igazából nincs rá szankció, de ilyen öncenzúra vagy öntevékenyen úgy döntött, hogy ő akkor valaki megsúgta nekik, hogy nem kéne ebbe a projektbe részt venni, és akkor most ugye a irányítás technikát nem a Siemens, hanem a Hosszeg, nem tudom, melyik francia cég fogja adni. Szóval talán biztatóak a PAKS 2-vel a dolgok, bárki szerint az atomenergia jó, szerintem jó dolog, sőt tovább megy, és szerintem már régen hiszen kéne a harmadik, mint tudom én, Szolnok egyet építeni, de ez az én véleményem. És ezek a másik segítségek, hogyha ezt föl lehet hangosítani, és mások esetben, és most köszönjük szépen mind a két